A buddhizmus Indiában keletkezett az időszámításunk előtti 6. században, és mindmáig számos híve van Ceylontól Mongóliáig, Indokína országaitól Japánig. És bármilyen furcsa, a buddhizmusnak nálunk is akadnak követői. Vezetőjük Hetény Ernő műfordító és orientalista, a buddhista tudományok doktora, az Ariya Mitraya Mandalaren magyarországi tartományfőnöke. Hetény Ernő a 30-as évek végén lett buddhista. Bejárta mindazokat az ázsiai országokat, ahol buddhisták élnek. Mintha nagyon messzi, távoli világban járnánk, amikor lakásában vagyunk. A Buddha tárgyi emlékek közül a legszebb ez a japán szobor. Tibeti fali kép. Művészi kivitelű, több évszázados aranyozott szijámi szobrok. Vitrinjében számos vallástörténeti emlék sorakozik. Munkásságát külföldön is jól ismerik. Az imafűzér abból a kolostorból való, ahol egykor Kőrösi Csoma Sándor járt. Különleges könyvgyűjteménye egyedülálló hazánkban. Mint egy 1000 kötetből álló szakirodalom, a buddhizmus keleti és nyugati kutatóinak művei. Az ilyen selyemre festett miniatúrákkal díszített imakönyvek az ázsiai pagodáknak is féltett kincsei. Az imamalom érdekes kegytárgy. Hetényi Ernő most ezekről ír tanulmányt, mert elsősorban a buddhista kultúrával foglalkozik. Most éppen tibeti írásjelekkel írja le nevét Hetényi Ernő, azaz vallási nevén, Lama Dharmakirti Padmavajjha.